A szakemberek jóslatai szerint általában december végén, január elején érheti el Magyarországot az influenza járvány, amelyhez idén utasként betársult még a koronavírus és az úgynevezett RSV fertőzés is, amely miatt egyesek tridémiának is nevezik ezt az időszakot. A karácsonyi ünnepek és az újévi szabadságolások azonban úgy látszik, nem csak a pihenés miatt, de a járvány visszaszorítása szempontjából is áldásosak voltak. Erre utalnak legalábbis a januári esetszámok, amelyek alapján Kis Csaba háziorvos azt mondta, egyenlőre nem beszélhetünk járványról. Lévről évről évre azt látjuk, hogy az influenza elleni védőoltás az hatékony, de azt is látjuk, hogy sokkal kevesebben veszik fel az oltást, mint amennyi ideális lenne. Tehát azért a lakosságnak sokkal kisebb százaléka veszi fel évről évre az oltást, mint, amennyire szükség lenne, úgyhogy jó lenne, hogyha, hogyha többen jönnének az oltásra. Van is egyébként még rá lehetőség, van oltóanyagunk, úgyhogy és ajánlott is még az oltásnak a felvétele. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint december 26-a és január 1-e között az országban 134 ezer fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12.900 főnél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést. Az esetek valamennyi korosztályt érintették, de a legnagyobb százalékban a gyermekek és az aktív korúak körében volt jellemző. Mivel az orvosok szerint az influenza okozta megbetegedés kockázata sokkal nagyobb, mint a védőoltásé, ezért fél éves kor felett mindenki számára ajánlott az oltás felvétele. Ennek ellenére a lakosság körében kis a háziorvos tapasztalatai alapján egyre kevésbé népszerű. Valószínűleg ez a téli szünet most azért jót tehetett így a különféle vírusok terjedésének a megakadályozásának, mert hát nem, nem voltak úgy közösségben a gyerekek, a szülők is kevésbé voltak emiatt, tehát ugye sokan otthon maradtak a gyerekekre vigyázni, stb. Emiatt azért olyan nagy terjedés itt az utóbbi hetekben nem volt szerintem megfigyelhető, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Viszont most, hogy újra visszakerültek a közösségbe, várható, hogy az eset szám nem csak az influenzának, hanem az egyéb ilyen felső légúti megbetegedésnek majd növekedni fog. Magyarországon idén 1,3 millió védőoltás áll rendelkezésre, és a házi orvos hangsúlyozta, a vakcina beadása után a felnőttekben körülbelül két hét alatt alakul ki a védettség, ezért tanácsos még a járvány berobbanása előtt beadatni. A szakember hozzátette, az oltóanyagban nincs élő kórokozó, tehát a védőoltástól nem lehet megbetegedni.